1997 derekán a Porsche bemutatta a legendás 911-es modell utódját. Az új modell az előtt karosszériájának stílusjegyeit viseli. Motorház teteje laposabb lett, meghajtásáról folyadékhűtésű motor gondoskodik. A Porsche több mint 30 éven át gyártotta az eredeti 911-es modellt, amelyet sokan mindmáig a legszebb sportkupénak tartanak. Az autó formája itt-ott kissé a bogárhátú Volkswagenre emlékeztet, ami nem meglepő, hiszen mindkettőt Ferdinand Porsche tervezte. Mindkét autó kétajtós karosszériával és légütéses farmotorral rendelkezett. Az új, 1997-ben bemutatott Porsche 911, megőrizve az előző változat formajegyeit, kitűnik lágy vonalvezetésű karosszériájával. Az orrész a kisebb és olcsóbb nyitott Boxster modellre emlékeztet. A karosszéria hátsó részén az új formájú lámpák mutatják leginkább a változást. Az új 911-es 20 cm-rel meghosszabbított karosszériája laposnak tűnik, de megtartotta sportos karakterét. A kínálatban kupé és kabrió változat szerepel. Utóbbi elektromosan működtethető bőrtetővel, amely néhány másodperc alatt felhúzható. A téli időszakra a cég speciális műanyag keménytetőt kínál a kabrióhoz. Változásokat nem csupán a karosszéria formájában láthatunk, új a belső tér is, amelynek egyes részleteit a kisebb Boxstertől vették kölcsön. A műszerfalon a megszokott kerekműszereket találjuk, a középkonzolon pedig a szellőzés szabályozó gombokat, a rádiót, a gazdagabban felszerelt változatokban pedig a beépített fedélzeti számítógép és a GPS műholdas navigációs rendszer képernyőjét. A kényelmesen berendezett utasteret két felnőtt és a hátsó üléseken két gyerek részére alakították ki. Az autó hátsó részében helyezkedik el a 3,4 vagy 3,6 literes folyadékhűtésű boxermotor. Teljesítménye a lökett térfogattól függően 300 és 360 lóerő közé esik. A 911-es turbóváltozat hajtóműve 400 lóerős. A Porsche 911 hátsó vagy négykerék meghajtású lehet.